Ha a jövőnk tervezéséről van szó, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy az ember mit választ, főleg gyermeke számára. Nem mindegy, hogy hol tanulunk, mit csinálunk, és ez hogyan határozza meg a későbbiekben az életünket. Ha arra gondolunk, hogy Kecskeméten egyre komolyabb terepe van ennek a fajta tervezésnek is, a Neumann János Egyetem segítségével, akkor azt gondolom, hogy igazat mondok. És dr. Fülöp Tamás rektort fogadjuk ma itt a stúdiónkba, akit köszöntök. Ha a jövőbe nézünk, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok mindent láthatunk, de igazándiból a gyerekek szempontjából és szülők szempontjából is az első, ami fel szokott merülni egy szülő fejében, hogy mi van a kreativitással, mi van azzal a tudással, ami ott van egy gyerekben, és egy picit most erről fogunk beszélgetni, hiszen egy egészen komoly megállapodás született a mai napon, méghozzá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával. Kezdjük ezzel a mai témánkat. Mi ez a megállapodás? Miről szól? Ez a megállapodás egy stratégiai együttműködés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Neumann János Egyetem között, mégpedig azzal a céllal, hogy az itt keletkező értékeket, az itt keletkező kreativitást, innovációt igyekezzünk megfelelő támogatásban részesíteni. Ez mindig ilyen nagyon-nagyon hivatalosnak tűnik, a kreativitás, innováció, itt tartjuk, de szerintem nagyon egyszerűen kézzel fogható dolog. Jól fogalmazok, hogy arról van szó, hogy amit egy gyerek kitalál, azt megvédi az egyetem? Tulajdonképpen igen. Arról van szó, hogy sokféle kutatás zajlik az egyetemen, hallgatók bevonásával, oktatók közreműködésével, különböző járműépítő csapatok dolgoznak nálunk, hallgatók vezetésével, irányításával, tehát rengeteg olyan érték keletkezik a munkánk során, de gondolhatunk itt akár egy módszertanra, egy tananyagra, egy jegyzetre, egy különböző elektronikus vagy online tananyagra, ami egy nagyon komoly értéket képvisel, és ezeket szeretnénk megfelelő módon védelemben is biztosítani. Miért kell megvédeni, illetve kitől kell megvédeni ezeket? Ja, tulajdonképpen ezek az értékek egy-egy egyénnek vagy egy kisebb kutatói közösségnek az eredményei. Azt, hogy ez milyen értéket fog a későbbiekben képviselni, azt a piac, illetve a társadalom fogja a későbbiekben beárazni, úgymond, és nyilván nekünk pedig az a feladatunk, hogy rögtön az elején meglássuk azt, hogy miből lehet a későbbiekben ilyen típusú komoly érték, akár nemzetközi piacon is megjelenő érték, és ehhez a megfelelő jogi, illetve szakmai támogatást igyekszünk megadni. Itt a mai napon egészen extrém számok hangzottak el egyébként Pomázi Gyulától, aki a Szellemi Tulajdon a Nemzeti Hivatalának az elnöke, aki azt mondta, hogy egyetemenként ma 100-200 olyan innováció, találmány, gondolat, vagy bármi egyéb dolog van, amit évente le lehetne védetni. Ehhez képest 2019-es adatot mondott, de 415 darab szabadalmat adtak be országosan, és ebből a 10-es nagyságrend volt az egyetemeké összországra nézve. Tényleg ennyire nem féltünk eddig, vagy nem gondoltunk erre? Azt gondolom, nem elég tudatosan viszonyultunk ezekhez a dolgokhoz. Felsőoktatási intézmények környezetében, és igaz ez a Kecskeméti Neumann János Egyetemre is, egy nagyon komoly kutatásfejlesztési, innovációs ökoszisztéma tud kialakulni a vállalati kapcsolatokkal, partnerekkel, együttműködőkkel. Itt nyilván olyan értékek keletkeznek a munkánk során, amelyek érdemesek lehetnek arra, hogy ebből akár védelmet, akár szabadalmat létesítsünk. Természetesen, ha nem elég tudatos egy intézmény ennek a gondozásában, akkor könnyen előfordulhat az, hogy ezek elkallódnak, vagy esetleg mások hasznosítják. Hát ilyenkor mindig felmerül azért az emberbe a kérdés, hogy ki keres majd a végén ezzel pénzt, kinek lesz ez jó, úgymond. Mindenképpen szeretnénk személyhez kötni és egyénhez kötni, tehát aki ennek valamilyen kifejlesztője, feltalálója lesz, ő az érdem középpontjában marad természetesen. Tehát a gyerek, aki mondjuk megalkot egy új habaluminiumot, ami a tankok aljára is odaillesztető, láttam ilyen példákat is. Igen. Ma, ami egyébként egészen elképesztő, akkor ő a későbbiekben a szabadalom egyik fajta tulajdonosa lesz tulajdonképpen? Így van, és ezt nagyon sokféle módon lehet konkrét apró pénzre váltani, hiszen például ott vannak a járműépítő csapataink, nagyon komoly innovációs díjat nyertek azzal az alumínium hab vázzal, amivel ők a versenymotort összeállították. Ez későbbiekben továbbfejleszthető, ahogy említette szerkesztő úr is, akár például biztonságtechnikai célokra, vagy tűzvédelmi célokra is, de lehet egy sor olyan dolgot említeni a nanokompozitoktól kezdve a lézer technológián keresztül, amelyek mind-mind apró, de nagyon fontos gyakorlati hozzáadott értéket jelentenek a kutatásfejlesztésben, vagy a vállalatoknak a működésében. Ha már itt járunk egyébként és a csapatoknál, akkor jól tudom, az egyikőjük pont most készül is egy bemutatásra. És ez önmagában is egy nagyon komoly szellemi teljesítmény, és egy nagyon komoly gyakorlati eredmény. Jövő héten fogja majd bemutatni a
szupermotó fejlesztését a járműépítő csapatok egyike, a Kenji járműépítő csapat, akik egyébként a design vonatkozásában a MOME-val, ugye a Moholy Nagyművészeti Egyetem design csapatával dolgoztak együtt, és a járműépítésben egy nagyon komoly nemzetközi eredményt értek el. Készülnek a következő versenyre, Spanyolországban lesz idén a verseny, és most fogják bemutatni ezt az elektromos hajtású versenymotort. Szóval azért elmondhatjuk, hogy egyetemista kutatónak lenni nem csak jó buli, hanem akkor most már jövedelmező is lesz. Bízom benne, hogy így lesz. A közvetlen haszon természetesen ott van, hogy rengeteg gyakorlati tudást szereznek ezek a hallgatók, nagyon sok tapasztalatot szereznek az együttműködésben, a verseny körülményekben, és hát nyilván ők maguk is építkeznek közben, nem csak a jármű. Azt hallottam, hogy azért az egyetemek versenyébe is elég komolyan beszállt a Nagyon János Egyetem, sőt egy egész erős partnere is talált, méghozzá az EAT-re. Mit érdemes tudnunk tényleg csak néhány mondatban a e héten született megállapodásról? Így van, egészen pontosan az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetével kötöttünk egy együttműködési megállapodást. Ennek a célja a kecskeméti gazdaságtudományi képzéseknek a fejlesztése, a minőségbiztosítása. Nyilván ez egy felfutóban lévő képzés, most már közel 600 hallgatója van az egyetemi karunknak, ez egy nagyon komoly sikertörténet országos szinten is, és valóban sikerült elhelyezni a magyar felsőoktatás térképén a kecskeméti gazdaságtudományi képzést. Ennek a humán erőforrás hátterét igyekszik biztosítani majd ez az együttműködés. És ha már a humán oldalt említettük, akkor azért egy picit beszéljünk arról is, hogy hosszú utat járt be az egyetem, és úgy tűnik, hogy ez az út legalábbis mozgás közben még hosszabb, valami 80 ezer kilométert hallottam a héten, hogy ennyire hosszúra nyúlik az, amit a diákok letettek az asztalra. Ez már egy sportteljesítmény, de egy kicsit beszéljünk erről az oldalról, hogy fontos a mozgás. Így van, nagyon jó volt az átvezetés, amivel szerkesztő úr ezt megfogalmazta. Én azt gondolom, hogy egy felsőoktatási intézménynek olyan típusú feladata és küldetése is van az értelmiség képzés keretében, hogy a mozgás szeretetét, az egészséges életmódot is igyekezzen propagálni és terjeszteni. Egy sportkihívást szerveztünk a hallgatóink és az oktatók munkatársak körében, és ez a teljesítmény, ez a 80 ezer kilométer, amely tulajdonképpen a bolygón kerülete kétszer, az, amit megtettek a hallgatók kerékpározva, futva vagy túrázva, ez egy nagyon komoly teljesítmény, és egy nagyon komoly közösségteremtő erő is egyben. Na, hát a gazdasági tudományokat biztosan kiszámolja majd, hogy egyébként ezzel mekkora hasznot lehetett volna ennyi energiával hajtani. Én viszont azt mondom, hogy itt nagyon sok kar van, nagyon sok innováció, nagyon sok történés mostanában az egyetem kapcsán. Hogy érzik, milyen a jelentkezés, mennyire elismert az egyetem, mennyire ismerik a diákok, és mernek jelentkezni. Ugye most jönnek a pótfelvételik is. Így van. Az előző évhez képest egy 15%-kal nőtt a jelentkezések száma, ez egy nagyon fontos visszajelzés. Készülnek azok az új ösztöndíj konstrukciók, amelyekkel majd igyekszünk segíteni a beilleszkedését, illetve a tanulmányoknak a költségeit igyekszünk támogatni a hallgatók, az ideérkezők számára. Most a határidő az július 22, a ponthúzás időpontja. Mi is részt veszünk majd a kecskeméti ponthúzó rendezvényen, és utána pedig következik majd a pótfelvételi időszaka. Aki esetleg nem nyert felvételt, vagy nem jelentkezett korábban, azok számára nyílik meg ez a lehetőség. Tehát még a kampány tart, szinte folyamatosan kampányban van az intézmény, szeretnénk arról meggyőzni a középiskolásokat, hogy a legjobb választás az a Kecskeméti Egyetem. Ehhez pedig néhány képet mutattunk is a beszélgetés alatt. Én köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba, és hát biztos vagyok benne, hogy a következő hetekben fogunk még találkozni. Köszönöm szépen!